Akkor. Ezt már nem kell 1963 óta csinálni. Én szeretem csinálni. Hello és üdv! Hello és üdv! Ez itt újra a Podcast televíziós csatorna. Röviden TV. És végre folytatjuk azt a sorozatunkat, amit már régen elkezdtünk. Az ízlelő bimbo bajnokságra hallgató. Bimbo bajnokság. Bimbo bajnokság. Az más, az a pornó verziója ugyanennek. Szóval igen, kóstolunk és versenyzünk. Így van. Ez alkalommal sós chipseket fogunk ízlelni. Ropogós. Igen. És ki kell ugye találni, hogy melyik chips, melyik márka. Aki látta az előző videót, annak már ismerős lehet a formátum. Van 5 darab márka, egy íz, sós, sima, burgonya chips, nem hullámos, semmi, sima chips, sós. Casual chips. Casual, abból 5 fajta, mindig kapunk ugye egy fajtát, meg és kell mondani, csak ízre meg kell alakítani. Ugye 5 márkánk van. Van Lay's-ünk, van Chiaunk, van Schaltink. Ami ilyen penis. Az a penis. Márkájú. Van Lidl-ös, nem tudom mi a neve, illetve van Tesco-s. Tecsós. Nem tudjuk, hogy melyiket fogjuk kapni. El kell dönteni, és aki nyer, az nyer, aki veszít, az kap büntetést. A másik találja ki neki, ami nagyon-nagyon vicces. Jó. Na, lássuk is az első. Remélem érthető voltam úgy. Igen. Sokkalán. Köszönjük. Na, az első chipsünk, amit nem tudunk, hogy micsoda. Egy sós chips, milyen meglepő. Át lehet rajta látni. Süt felénk a fény, és átlátok rajta, tehát nem túl vastag. Szagra chips. Nem túl sós. De nem buborékos nagyon. Nincs a faszlan. Hát, ja, tényleg. Ennyi, ezek nincs annyira felhújogosodva. Nem mondanám annyira ízesnek. Egyik se az, mert sós. Hát de, attól... Érted. Van lapunk, amelyen fölérjük a sajátunkat? Viszont vékony. Papír vékony. Na most tudom. Jó, szerintem én tudom. Most hát nem tudom, de sejtem. Na, hajrá! Bunch-e. Háromra mondjuk, hogy... Háromra egyszerre mondjuk. Három, kettő, egy, Chio. Na. Akkor egyre asszociáltunk itten a... Akkor ő fog... ízekből és látványból, akkor fel is írom az első tippeket. Hogy tudjuk, mert hülyek vagyunk és elfelejtjük. Következő! Köszönjük! Ez az enyém. Húha. Ez színesebb. Szagosabb. Sokkal sárgább. Szóval ez is jó vékony, mert a chipsnek ez a lényege. Nem annyira erős íze van, szerintem ennek. Mint az előzőnek? Még kevésbé sós. Ez még mindig egy nehéz játék. Na, amúgy az. Még az a baj, a sós chipseket nem is szoktam enni, csak ízesítetteket. Hát jó, amúgy ez is nehéz, mi nem nagyon vagyunk sós chipsesek. Azt mondtam, megvan melyik. Legondolok. Nekem is. Nehéz. Egy. Jó. Aha. Egy. Kettő. Három. Lidl. De ketten kevésbé márkás. Igen, ez a kevésbé márkás, mert nem nincsen olyan intenzív íze. Igen. Meg vastagabb egy fokkal. Egy hangyafasznyival vastagabb. De attól jó. Pomber, finom. Csak a csalásnál nem felismernénk. Kérem a következőt. Egyre kisebb adagokat. Nem már megvan, hogy melyiket a tippelek. Jó lyukas. Ez nagyon gyenge minőség. Ez jóval sósabb, mint az előző. Kem nem. De, jóval sósabb. Ez megcsípja a nyelvedet a só. Az előzőn alig éreztem. Hello. Szerintem is olcsóbb minőségű. Na, most tétessék meg. Borzasztóan átlátszod, mert szinte fehéren látom benne a fényt. Nem tudom. Mit nem tippeltem még? Hol a lap? Hát eddig Chiót meg Tesco-t. Tippelted. Jó, szerintem tudom. 3, 2, 1, Penny. Na. Igen, a Penny is volt a legolcsóbb, ugye? Ja. Ezen érződik Penny is. Penny szalti. Érződik is, hogy igen. Azt hiszem ezen észre, hogy a olcsóbb minőségét próbálják a sóval leplezni, de lehet, hogy hülye vagyok az egészen, az kiderül, hogy ez a néz.
Hát akkor valamit rosszul csinálsz, mert ez nem olyan finom, mint például az első. Szerintem eddig az első volt a legfinomabb. Mhm, eddig az első volt a legjobb. Ne baszd már! Szítöri! Belebasztam! És gyakran jársz ide? Annyira nem. Én se. Te? Nem? Nem vagy itt sokat? Hol vagyok? Ja, amúgy. Elraboltak minket is, kényszerítanak, hogy felvegyik ezt a videót. Igen. Na lássuk. Na már szerintem itt is megvan a voksom ránézésre. Mm-hmm. Nekem is. A színe miatt. Aha, igen. Meg úgy, hogy mennyire van egybeállva. Mm-hmm. Mm. Szebb a... Általában a drágább chipseknél sokkal szebben egybe van az egész. Mert válogatott a krumpli. Igen. Mm. Meg ez? Például omlósabb, mint az előző. Jobban szétesik a számba. Viszont kevésbé sós. Nem olyan sós. Talán nem akarnak kompenzálni? Valószínű. Megcsapott egy ismerős íz. Krumpli íze van. Chips íz. De melyik chips? Az csapott meg. Jó, szerintem tudom. Ha melyik chips? Ez a kérdés. Nem tudom. Szinte biztos vagyok benne, de lehet, hogy hülyeséget fogok mondani. Mutatjuk. Fülön. Kész vagy? Aha. 3, 2, 1, lész. Csió. Lész. Olyan csió. Hát én mivel mondtam a csiót. Hát lehet, hogy rosszul mondtad. Lehet. Tudod, hogy a végén egyet ki lehet cserélni. Igen. Ével meg jével meg esszel írta, hogy lész. Lész. Lész, kérsz? De nagy olyan pivagy. Grazie, grazie. Hagyj lássam már én is. Na várjál. Apróbbak ezek. Igencsak, igencsak. Mint a cornflakes. Nincs is íze. Nem jó chips. Nem jó. De egy kicsit ízettem. Viszont tetszik, hogy ilyen kisebbek a darabok. Nem most. Hát jó van. Mint amiért még fel, hol van a kis papper? Hova dugod mindig? A seggemben van. Ja. Ja, jó van. Készen állok a tippelésre? Hát én nem. Gondolkodom. Gondolkodóba esett. Addig eszek még egy chipset. Tippelj már! Tippelni kell. Úgyis jó. Teszitek. Megvan. Na, 3, 2, 1. Várja, elfelejtettem minden pillanat. 3, 2, 1. Lidl! Szerintem is a Lidl. Nem szoktam Lidlbe járni, és szerintem itt olyan pici chipset adnak. Igen, nekem is ez a Lidl-ös chipset annyira nincs meg. És amúgy még tényleg nem emlékszem, hogy mi ad ilyen kicsi chipset. Megvannak a voksaink. Megvannak a voksaink. Lehet cserélni. Lehet nem cserélni. Vagy, hát ki cserél? Mármint, hogy... Egyet megváltoztatni. Megváltoztatni. Így van. Te szeretnél valamit megváltoztatni? Szeretném, mert kétszer tippeltem azt, hogy Chio, és egyszer se azt, hogy Lace, mert szerintem az első volt a Lace. Az első volt a Lace, szerintem. Igen, az elsőmet Lace-re szeretném cserélni. Van meg Lace. Most már J-t se rakott oda. L-E-S. Lace. Én szeretném megváltoztatni. Régi eset az, hogy lesz. És a lőn világos. Én a másodikomat szeretném, ami Lidl-i volt. Szeretném megváltoztatni Tecco-ra. Cicco. Tecco-ra? Jó. Ja, akkor el is kérjük a listát a szakástól. Lista? Nem. Jaj, nem. Nézzük meg. A lófasz, na, rakd már ki. Meg a listát is. Jó. Úristen. Topa? Topa? Várjál. Várjál, akkor elmondjuk. Szóval az első... Az első volt a... Mi a fasz? A Lidl-ös. Ezt egyikünk sem találta el a Lidl-t. Mind a kettőnk között egy X kerül. A második volt a Tesco. Ez mind a ketten. Nem, a második volt a Chio. Nem, a második volt a Chio, bocsánat. Hú. Azt egyikünk se találta el. Egyikünk se találta el, ismételtem. A harmadik volt a Tesco, és nem találtuk el, mert Pennyt írtunk. A negyedik volt a Lace. Na bazd meg, és amit azt... Amit én eltaláltam, és ő nem. És ahhoz mondtam, hogy Chio. És az utolsó volt a... Penis. Penis. És mind a ketten Lidl-re tippelt. Azt sem találtuk el. Hát... Nem mondanám, hogy hatalmas fölénnyel. Hát nem hatalmassal. De győzedelmeskedtem. Mondtam én.
Borzalom. Azért egy kicsit megkönnyebbültem. Nem tudom, hogy ez kurva nehéz volt. Nem nehéz volt, amúgy. Ez egyáltalán, igazából az összes tippre ment. Mert hogy amit azt hittük, hogy jó minőségű, az is izé volt. De úgy tűnik, hogy ez a snack day. Tudod, mennyit agyaltam azon, az hogy az utolsó penny legyen? Nagyon arra gondoltam. Csak nem tudtam, hogy a penny most az, amelyik rohadtul átlátszó, vagy ami rohadtul kicsi. Hát ugye, az a kicsi volt. Mert a penny is volt igen. A legolcsóbb, amit vásároltunk. És ez kis kompjúba készül, akkor azért olcsó. Nem tudom. Nem is néztem grammot. Az a baj, nem nagyon szoktunk enni chipset, és ez így nehéz. Meg az, hogy sima sós. Ja. Tehát a só, az máshol is só. Hát ízével tudtam te megnézni, hogy mennyire krumpli ízű, milyen a színe. Hát csak tudod, milyen a krumpli, az megnő mindenhol. De dudva. Azt a krumpli, de a krumpli íze van. Tehát igen. Így nem nagyon lehet beálltál. Kurva nehéz volt. Ja. Ezzel, mint gondoltuk volna, próbáljátok ki otthon, nagyon nehéz. És bakker, az első, ami olyan finom volt, az a Lidl-ös. Az a Lidl-ös. A Lidl-ös tök finom volt. És mindenket azt hittük, hogy sokkal márkásabb. Mit szeretném büntetésképpen, de hagyd, majd én eltöntem. Szóval... Jaj, már tudom, mi lesz előre. Nem tudod. Hagyj egy percet gondolkodnom. Akkor fogunk egy a legrosszabb chipset, ami a Tesco-s volt. Összetörjük egy picikét. Teszünk bele tejet. Tudtam, hogy ez lesz. Most vett egy rakás tejet, hát persze, meg minden tejjel eszik iszik. Cornflakes. És ugye vettünk múltkor chili szószt. Én raknék bele egy csipetnyi chili szószt is. Lehet egy nyit. Jó legyen. Azt csak földobja. Tudom, ez még így jó. Azt csak földobja. Ez még így nagyon-nagyon finom a aztán hangzik. Még bele is szarsz. Nem. Rakunk bele egy kis cukrot. Megteszi hampozom neked. Jó, ez már sok. Ne, hát csak picit. Tejszínhab nélkül is jó? Nem, tejszínhabban. És viseld el a vereségét. Tejszínhabban. Fellebezést kérek. Na, elérkezett az igazság pillanata. Szegény, kicsit sajnálom. Itt a vegyész. Itt a vegyész úr. Veszünk egy tálat és egy kavaróeszközt. Ez most egy tutoriál. Így van, hogyan készítsünk el kúvondot. Kristálymetet. Veszünk a csodálatos Tesco-s chipset. Sós. Tej. Szintén Tesco, mert ez van itthon. Egy jó kis sriracha. Milyen sriracha? Sriracha. Sriracha. Bocsánat. Csípős szósz. Thai csípős szósz. Valamint egy kis cukrot. Coca-Colásat. Coca-Colás cukrot. Illetve egy kis tejszínhabot. De akkor úgy prezentált, hogy szép legyen, már nem azért. Ízletes lesz, és meg fogod kívánni. Ha te lerakod azt a tálat, akkor átborítom. Jó. Úgy ismersz, hogy ezért. Igen. Igaz. Főzzé szépeket, jókat! Hát egy... Nem tudom. Lehet, hogy valami kurva finomat találsz ki. Az nincs kizárva. Ujjadra nem nyalom le, nem baj. Ilyen vírusos időszakban. Bár ha ezt megeszem, szerintem a vírus az sírva menekül el a testemből. Öntjük bele egy kicsit véletlenül. Two shots of vodka. Kicsike Siri csacsa. Hartás? Siri csacsa. Amúgy ez a sriracha, ez mindenre ezt rakom. Azon gondolkodt, hogy a palacsintára rakok, mert annyira király. Valamint egy leheletnyi cukor. Rá is leheletnyi. Leheletnyi! Jó lesz. Szóval leheletnyi volt ez egy egész cukor. Cukornál minden jobb. Ezt megkutyuljuk. Szépen. Cukrot és a sriracha szószt eldolgozzuk. Hú, amint ez nem tudom, bevérzett volna a szeme. Hát mint a kutyahányás. Nem ennem meg. Kicsit kutyahányás szagú. Kérdőjel. Három kanállal beveszed. Semmi extra. Hú, mire emlékeztet? Várjál? Mi ez a szag? A macska tájából a kaja. Köveredik a pörkölt meg a tej. Macska ányás. Olyan úgy. Tudod milyen, mint a frankfurti leves, amikor hideg. Nem? Kicsit, aha. Olyan, mint a frankfurti leves hidegen. Annak is van egy ilyen kellemes finkszaga, ugye izétől az olcsó virsitől, meg a keltől. Kelkáposztától. Jaj, de ez meg ilyen ízés lesz. Jaj, fosos.
Szerintem... Elég lesz! Szerintem guszta! Van a frankfurti leves. Jól isten! Olyan, inkább tejfölt raksz bele. Kis tejfölt raksz bele, olyan. Csak ez nem tejföl. Nem. Jó, hogy fejed, barátom. Ez tényleg olyan, mint egy kiadós bulizás után, amit így... kidobsz magadba. Amit így kitűszentesz. Tudod, amikor nem kell nagyon hányni, csak egy picit. És akkor... ami így belefér a tenyeredbe, aztán így... Szép guszta kanalazzad ki. Fú, bazd meg, a szaga is rossz. Ez durva, mint a múltkori. Múltkori csak simán tejjel volt. Na kenyed. Az geci undorító. Szeretnél valami kurva finomat találsz ki. Fúj! Anyád! Az öreg a mamák, hogy alig ették is unokámat. Mi van veled? Csipős? A lófasz, nem! Milyen ide van? Kóstol meg, kurva szar! Kóstol meg ezt. Szerintem a tej meg a csípős szósz csinálja ezt. Jó, megkóstolom. Kurva szar! Úristen! Te olyan büdös! Kurva büdös! Fú, fú! Hol egy kis víz? Nem mondta, hogy ízzük, mert hülyét kapok. Nem ennám, de nem halok bele. Szerintem nagyon rossz íze van, olyan... A hánytatós egy kicsit, de úgy. Olyan hánytatós íze, ez a... Nem rögtön hányat meg, de... Ha nagy kanállal szednéd be, akkor behánynál. Állam elbukta elfogyasztását. El. Nagyon rossz, itt van a számba. És ott a mindenhol, ilyen áporodott szagú íz. Nem jó. Elúgom. Pedig csak ez így... Na jó. Szerintem most állítsuk le, mielőtt elhányjuk magunkat. Köszönjük a figyelmet. Kamerán kívül majd hányni fogunk. Vált vetve. De rossz. Jössz még egy harapást? Köszönjük a figyelmet. Így van. Hogyha tetszett ez a videó, ez a szerencsétlenkedés, ez a borzalom, ami itt működött, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, hogy tudjuk, hogy igen, vagy egy dislike-ot, hogy tudjuk, hogy nem. Iratkozzatok fel a csattírra, megkövessetek be minket minden létező platformon, ahol jelen vagyunk. Twitchen. Instagramon. Facebookon. Is. És gyertek a Discordunkra. Így van. Társalogni. Linket megtaláltok a leírásban. Várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!